Üdvözlök kívánok mindenkinek, én a Nagy Benni vagyok, és köszöntök titeket az újabb reggelen ezen a csodás héten. Verőfényes napsütésük van, ám de. Az ott nem tetszik annyira, az ott. Szóval igen, rettenetesen hideg van kint, viszont nagyon-nagyon szépen süt a napocska, és minden este esik a hó, ami tök király, csak ez miért nem karácsonykor volt. Na de mindegy, jó van az, most jelenleg az a helyzet, hogy a Geri meg a Suri elment a boldba a péksüteményért, paradicsomért felvágott és stb. Reggelit fogunk készíteni, az én feladatom az a virslő meg a békönnek a megsütése, mondjuk a virslit főzni fogom, mert sütni nem tudom, hogy kell, és igazából 10 perc elmentek, és én még nem csináltam semmit, úgyhogy belekezdek. Nem tudom, hogy vagytok vele, de mindig akkor kezdek el sütni, főzni valamit, mikor már nagyon éhes vagyok, és nyilván ilyenkor sütés mellett, vagy főzés mellett mindig eszek is valamit. Hát most sincs külön. Rohadt hideg van. Hello. Te itt segítesz? Én most pakoltam össze. Semmit nem pakoltál én össze. Én megettem mindent. Semmit nem vettél meg. Súlynak az volt a feladat, hogy ezzel itt kezdjen valamit. Ez itt amúgy az ebédlő asztalunk. Az ott ne érdekeljen. És Uri, csináljál valamit, mert kidoblak ott. Van illik. És nem is gyulai kolbásztettetek ráadásul. Kevét, azt mondta, az drága. De finom. Na ezután a kiadós reggeli után eszünkbe jutott a mai videóm témája, amit ti már láthattatok az indexképen és a címben is. Nagyon sok helyre kell menjünk ma, hiszen holnap lesz egy forgatásom, amiről egyelőre még nem mondhatok semmit, sőt még holnap se annyira, ott csak így egy nagyon részlet. A lényeg az, hogy be kell vásároljak a holnapi forgatáshoz, azért most megyünk plázázni egy-két helyre, de nem egy megszokott módon. Most vázolnám a csapat tagjait. Ő itt Geri. Vázolnám a csapat többi tagját. Ott láthattak egy kis spoilert. Na ő Jani. Mai nap egész nap Janival fogok utazni. Igen, a tegnapi törpejárás nem volt Sulinak elég, úgyhogy hát ma is. Hát rámsóztatok ezt is igaz, de jobb, szerintem jobban járok itt azzal. Hát nem tudom, lehet. De én nem látom a sörényt utazni. Van még sörénye is, nagyon szépek. Erre ugye tudod, hogy több száz ember előtt kell majd így menni. Nem akarok. Hát? Én nem tudom. Hát igen, majd jött, menjünk mindjárt mi is. Ahogy ez itt Surinak a szép rendje, ő a narancsokkal szokott aludni. Meg ott alszik a vizére, HDD-vel. Nekem egész szép, ott ez így szép. Tekintettel az én kedves barátaim megaláztatására, ezzel nem tudom, hogy ezzel mit akartam közben. A lényeg az, hogy nem akartam annyira, hogy sokan legyenek és lássák az egy nagyon szép kis szettjüket. Ugye Geri? Hát igen, ez. Geri, mondjuk még így is vállalhatatlan. Ugye a Decathlonba jöttünk, hiszen nekem sportfelszerelések kellenek. Úszósapka gatya, úszógatya. Törölközi papucs, az mondjuk van, úgyhogy a Decathlonba eljöttünk a Soroksáriba, és hát nyilván Janival ki kell majd próbálni egy-két eszköz. Geri meg majd megkérdezi az egyik biztonságért, hogy merre van Soroksár, jó? Nem. De. Nem fogok kérdezni senkit. De. Mi ez? Mi? Hát merre Soroksár. Szóval Suri, hogy érzed magad egyenlőre Magyarországon? Nagyon jó, főleg Jani miatt. Jani, hol van Jani? Éppen horgászik egy nagyon jó kis barátjával. Nem mutatnád?
Sajnos szomorú módon kitessékeltek minket a Decathlonból, nem szabad kamerázni. Nyilván minket amúgy már nem tudom hány ember kamerázott, tök mindegy. Viszont elhoztunk nektek egy nagyon-nagyon izgalmas dolgot. Itt vagyunk, hol vagyunk? Két perccel lévő Spárnál. Ja, itt van Geri mesteréknél, és megnézzük a kaméleonját meg, hogy hol szokott kockulni. Aztán még azt valami... Azt hogy nem mutatjuk meg. De, meg fog. Ó, mindent nem mutatok. Geri, most remélem nagy rendet hagytál. Aha. Számítottam. Készültél, hogy jövünk? Majd, ha véletlen megtaláljátok Geri mesteréket, akkor 8. Nem azért vagyok hozzá ilyen közel, nem ennyi hely van. És nagyon szépen. 3 kiló, 4 kiló, 3-an vagyunk, akkor még kicsit ugrálunk, és akkor... Ne ugrálj meg át, már volt, hogy megállt. De... Ilyen szag van! Nem is! Geri! Nem volt csukva az ajtó! Nagyon helyes, hogy kinyitottad. Úristen, de szép! Amúgy nagyon jó kilátásod van. Tehát ez valóban a WC-ből jön. Mi? Lol? Mi a fa? Geri! Geri! Szöcs egy szöcske, more! Kapd el! Geri, kapd meg! Hallod benne, mennyi mászik? Mi a fasz? De Geri, ezek ki fognak onnan ugrani? Csukd be! Megvan! Tömött tépe. És látni fogjuk, hogy eszik? Hol van egyáltalán? Ott van lent. Figyelj! Felvette a támadó pozícióját. Nem tudja, melyiket vadászni. Azt a mindenit! Miért koppant? Úristen! De ezek jó nagy szöcskék. Ja. Azt a mindenit. Erre amúgy senki nem mondott, mert én azt hittem, hogy azt fogja elkapni. Én is, amúgy végig azt hittem, nem is láttam a másikokat. Misszelte? Misszelt egyet. Béna. Na Geri mestert kidobtuk, és hát nem tudom, én nagyon szeretek ráállni a falra, most jelenleg van tolató kamera ennek a kocsinak, és hát én akkor bátorkodok közel menni a falhoz, na hát megmutatom, hogy ebből mi lett. Az ott, hát nem tudom, látszik-e, nem látszik, de nincs hozzáérve. Szóval, az a baj, pont nem látjátok, de nincs hozzáérve, de ez hülyeség, így ne parkoljatok. Na és ebben a pillanatban... Ebben a pillanatban lett vége az élő adásnak, már mi letoltuk, most már 10 óra van, most fogok neki kezdeni a videóvágásnak. Ez a rész egy kicsit keszekusza volt, össze-vissza, nem volt nagyon terv, mert holnap meg már lesz nagy terv, ugyanis tényleg holnap egy elég komoly forgatásra megyünk, és párhuzamosan fogunk így két videót csinálni, mert... Szóval párhuzamosan két videót fogunk csinálni, az egyik az egy dedikált videó lesz, azt majd megtudjátok, hogy mit jelent a másik, meg ugyebár ez a napi vlog, úgyhogy így elég érdekes lesz, de már legalább van terv, hogy mit fogunk csinálni, úgyhogy a mai rész viszont ennyi lett volna. Hello! Hello! Janitól köszöntem. Egyszeres köszönjön, Jani! Hello! Hello, Jani! Hello, Suri! Hello! Nem látlak. Hello! Hello. És hogyha tetszettek nektek a videó, akkor dobjatok le egy lájkot és egy feliratkozást, és holnap találkozunk, én Benny voltam, szevattok!